Ma kezdték kiküldeni az új nemzeti konzultáció kérdőíveit. A visszaérkező dokumentumokat a személyes adatokkal együtt a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala kezeli majd. A Nyilvánosság Klub a személyes adatok letiltására szólítja fel az embereket az újabb nemzeti konzultációval kapcsolatban. Szerintük a konzultáció nem szolgál más célt, mint olyan adatbázis elkészítését, amelyben a választók személyi adatait és politikai véleményét összekapcsolják. Majtenyi László a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdet csak. Akit épp azt kérdeztem, hogy láttál már a kérdéseket, én a hvg.hu-n láttam először. Hát, hadd kíméljem meg attól, hogy felolvasom, mert szerintem ezt elég nehéz lesz majd megválaszolni. Tehát hosszasan... Na jó, egyet felolvasok. Vannak, akik azt javasolják, hogy a 20 főnél kevesebb embert foglalkoztató magyar vállalkozásoknak biztosítani kell az átalány adózás lehetőségét, mert így jobb eséllyel tarthatják meg alkalmazottaikat a válság közepette. Mások szerint nincs szükség a kis cégek ilyen módon történő megsegítésére. Hát ez igazából az EVA-ról szól. Azt mindenki lehetett úgy megkérdezni, hogy ön szerint maradjon az EVA, vagy ne maradjon az EVA? Tehát azt is körülbelül annyian értik, mint ezt. Hát én egy Orbán Viktor nyilatkozatból szereztem az információimat, amelyik szerint egyrészt a munkavilágával kapcsolatos kérdések már lesznek ebben a konzultációban, másrészt pedig a közteherviseléssel, és ugye az a nagyon izgalmas kérdés lett ott előadva, amely úgy szólt, hogy akarja-e ön azt, hogy a bankok és a multinacionális cégek fizessék a közterhek egy jelentős részét, vagy inkább ön szeretné ezeket a közterheket megfizetni. Úgyhogy ez, hát hogy mondjam, egyrészt a politikai hiszékenység próbája, másrészt hát úgy tűnik, hogy kicsit gyengelménynek vagyunk nézve. Ez a négyes kérdés lesz, akkor ezt olvasom, hogy de úgyis nem sokára mindenki megkapja, igen. De akkor mondom, hogy szól ez pontosan. Vannak, akik szerint továbbra is méltányos tehermegosztásra van szükség az állam, a nagyvállalatok, illetve a bankok és az emberek között akkor is, ha ez ellentétes az EU elvárásaival. Mások szerint a bankoknak és nagyvállalatoknak kisebb részt kell vállalni a válság terheiből, mert így tudják eredményessé tenni gazdálkodásukat és segíteni a gazdaságot. Hát... Igen. Ezt jó. A kérdést megválaszolt Orbán Viktor. De mi most nem tartalmilag fogjuk egyébként ezt az egészet elemezni önnel, csak hát most jelentek meg a kérdések, úgyhogy azért csaptunk itt bele egyből a közepébe. Mert mit csináljunk ezzel a kérdőívvel? Ja, ez már az előző, a sokat emlegetett vonalkódos nemzeti konzultáció, vagy szociális konzultáció oda kérdés, hogy na, és akkor az adatainkra hogy vigyázzunk? Én múltkor Péter Falvi Attilától megkérdeztem, azt mondta, hogy le lehet tiltani a hivatalba. Aztán úgy nem derült ki, hogy hol, melyik hivatalban. Jó, voltam olyan szerencsétlen, hogy véletlenül láttam ezt az interjút Péter Falvi Attilával. Mondjuk a kérdésnek ez a legegyszerűbb része. Tehát ugye van egy törvény, amiről beszélhetnénk, van a Júri Andrásnak a szociális konzultációval kapcsolatban egy közigazgatási határozata, amely ügy még nem zárult le egészen, amiről szintén beszélhetünk, és van ez a szerintem viszonylag egyszerű kérdés, hogy ilyen esetben mi a teendő. Most van egy olyan jogi helyzet, amelyet úgy jellemezhetjük, hogy az állam megszerezte azokat a jogokat, amely jogokkal egyébként a direkt marketing cégek, hozzáteszem, alkotmányosan nagyon vitatható módon rendelkeznek, és egyébként ez megint egy elágazás, hogy ez rendkívül veszélyes abban az értelemben, hogy itt egy politikai marketingről van szó. Ez a múlt heti Koszorús László módosító, igen, amivel igen, megszerezte a jogot. Tehát, hogy mondjuk... Adatainkat a miniszterelnökség kezeli. Ez a nagyon, nagyon egyszerű kérdés, ez pedig úgy válaszolható meg, hogy ebben a mostani helyzetben, hogyha most ebben a törvényi környezetben valamit tennünk kell, akkor alapvetően két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy adatainkat letiltjuk, ez azt jelenti egyébként, hogy sem direkt marketing célra, sem kormányzati politikai marketing célra az adataink nem használhatók fel. És ezt hol kell letiltani? Na most ennek hogy a két biztos módja van, az egyik és a legegyszerűbb, hogy
az önkormányzatoknak az ügyfélszolgálati irodájába elmegyünk, ott ki vannak téve minden ügyfélszolgálati irodában a letiltó űrlapok, ez lenne a legegyszerűbb. De ügyfélszolgálat vagy okmányiroda? Tehát hova menjük? Okmányirodába? Az ügyfélszolgálat. Tehát önkormányzat ügyfélszolgálata. Igen, az ügyfélszolgálat. Ez a egyébként gyakorlatilag kimondhatatlan nevű, a Péter Falvi Attilának legutóbb egyszer sem sikerült megnevezni ezt a hivatalt. Ez a közigazgatási és elektronikus közszolgálati központi hivatal. Ez a másik, hogy ennek küldünk egy levelet, amelyben ezt a letiltó döntésünket... Önnek sem sikerült. Közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások... Közszolgáltatások? Központi hivatala. Központi hivatala. Tehát ez a, hogy küldünk ennek egy levelet, és van még egy harmadik eset az online állampolgárok számára, a ügyfélkapun, a magyarország.hu-n elektronikusan is letilthatjuk az adatainkat. Mind a három esetben az fog megtörténni, hogy sem direkt marketing célra, sem a kormányzati marketing céljára nem lehet ezeket az adatokat felhasználni. A még további lehetőség az, amit most ugye jogilag teljesen tisztázatlan, hiszen politikai marketingről hiába sürgettem én annak idején adatvédelmi biztosként, és Péter Falvi Attila is egyébként, és Júri András is meglehetős eréllyel, hogy legyen törvény a politikai marketingtől. Magánál az adatkezelőnél is elvben letilthatjuk, vagyis magánál a kormánynál, de ezt senkinek nem ajánlom. Mert ez aztán egy tényleg egy nagyon... érzékeny adatbázis létrehozását teszi lehetővé. De hogy, tisztelt Orbán Viktor, én nem kérek többet sem barkácsáruház szórólapot, sem öntől konzultációs ívet. Nincs is megfelelő jogi hátterem, kéne, hogy legyen, de nincs, hanem van még egy egyszerű megoldás, hogy az ember nem küldi vissza. Tehát alapvetően ezt a három lehetőséget tudom. Hát attól még kap. Megkapom, és nem küld. Én mondjuk régesség le vagyok tiltva, úgyhogy én nem fogom megkapni, hála Istennek. Honnan volt ilyen okos? Hát adatvédelmi tudatosság. Ja. Mert én direkt marketing. Ugye ez azért kínos egyébként, mert vannak emberek, akik igénylik a direkt marketinget. Ugye például van olyan polgár, aki nem szereti a tömeget, nem szeret üzletekbe eljárni és vásárolni, vagy mozgáskorlátozott, de itt nincs választás, tehát ha letiltottam, akkor ezentúl direkt marketing ajánlatot sem. Közben én nézem a ügyfélkapunak az oldalát, olyan nyitó lapot, tehát most nem fogok belépni, de én még, hát nem tudom, hol az EBF szolgáltatások, vagy hol találom meg azt, hogy tehát hol tudom letiltani az anyagaimat, hát, vagy adataimat? Ugye, ha van önnek kódja, amivel be tud lépni, akkor azon belül meg fogja találni. Az egyik kedves kollégám éppen ma tiltatta le magát, és kapott egy nagyon rejtélyes levelet, amelyiknek a feladója valami XP valami, az operációs rendszer írt neki, amiben arról értesítették, hogy nem sikerült letiltatni az adatait, de folyamatban van. Én azt gondoltam volna, hogy ez egy nagyon egyszerű technológiai eset, tehát ha küldök egy levelet, nekem már nem kellett, de küldött egy levelet, akkor kap egy válaszlevelet, hogy ezentúl nem adják el. Azáltal, de ez tényleg csak a legfelszínibb része ennek a problémának. Hát hogy nem. Azáltal, hogy valaki nem küldi vissza, hogy ez már szociális konzultációnál, a vonalkodósnál is erről beszéltünk, hogy az is egy információ. Persze. Én múltkor Péter Falvi Attilával ugye arról vitáztam itt, hogy ő szerinte ez nem politikai kinyilvánítás, vagy véleménymondás az, hogy én egy konzultációs hívet kitöltök, és azon milyen válaszokat adok, dehogy nem. Hát pontosan, vagy mondtam én, ő pedig más véleményt vallott. Tehát, hogy a kérdésekből is már kiderül szerintem az irányjából, hogy mire céloz a kormány. Hát a válaszból meg egyértelműen kiderül, hogy én kinek az álláspontját képviselem. Kormánypártnak, ellenzéknek. Persze, ez teljesen egyértelmű, hogy ez politikai vélemény. Én nem tudom, hogy mondjam, az önbecsülésben az ember hova tud eljutni. Tehát ez egy minimális szakmai kérdés, ezen szinte lehetetlen vitatkozni, hogy ez politikai vélemény. Nem tudom, hogy ön olyan régi dolgokra emlékszik-e, hiszen a múlt kútja mélységesen mély, hogy Xenia Láz és Ürgammák. Ugye ez egy hatalmas botrány volt az én időmben. Az a szocialista
kormány bulija volt, és meg kell mondjam, hogy a ma is a Fidesz vezető politikusai közé tartozó, hát kiváló, vagy akkor azt gondoltam, hogy kiváló emberek, hát nagyon-nagyon határozottan támogatták az én fellépésemet annak idején, amelyik ugye arról szólt, hogy gyerekeket hát lehet-e direkt marketinggel, igen. Kifejezetten politikai marketing célra, szülőkre, szülők kulturális hátterére, média szokásaira vonatkozó kérdésekkel támadták meg a gyerekeket, és akkor nem volt kétséges a Fidesz politikusai számára, de Péter Falvi Attila számára sem, hogy ez bizony politikai marketing, egyébként pedig a korábbi kérdőíveknek a legtisztábban politikai kérdései is voltak, amelyek ugye nem csak arra irányultak, hogy általában a kormánnyal rokon szenveze valaki, hanem hát például mondjuk lehet nem politikai kérdésnek tekinteni azt, hogy az alkotmány csak a jogokat szabályozza, vagy a kötelességeket is, vagy hasonló súllyal a jogokat és a kötelezettségeket is, vagy az alkotmányba milyen módon kerüljön be Magyarország felelősségvállalása határon túli nemzettársakért. Tehát ezek is ki fog derülni. Ezek direkten is politikai kérdések, de ugye az egész önmagában politikai marketingre irányul, az nem lehet vitás, és egyébként ugye van egy olyan helyzet, hogy a Júri Andrásnak van egy határozata, amely jogerős és végrehajtható, a Péter Falvi Attila és a kormány együttesen megakadályozta, hogy ebben jogerős bírói ítélet szülessen azzal, hogy először egyességet akartak kötni, azt a bíróság elutasította, majd megszüntették a pert, és hát most lesz egy közigazgatási határozat, amelynek ugye két dolog az alapja, az egyik az, hogy folyamatban lévő ügy, a Júri által eldöntött ügy, ezt lehet úgy értelmezni, hogy valóban folyamatban lévő ügy, a másik pedig az, hogy a Júri András határozata az jogsértő, mert ha nem jogsértő a határozata, akkor Péter Falvi Attila féle hivatal nem vonhatja vissza. Tehát nem überelheti. Mert a bíróság nem mondta, hogy jogsértő. Hát akkor konklúzió, ezzel a kérdőjével mindenki azt csinál, amit akar. Vagy kitölti, vagy nem tölti. Egy dolgot még hadd mondjak. Én nyomatékkal azt javaslom mindenkinek, hogy egy, tiltsa le az adatait, ha nem tiltotta le az adatait, ne küldje vissza. És nem csak azoknak javaslom ezt, akik a politikai ellenzékkel rokon szenveznek, hanem kifejezetten határozottan javaslom azoknak is, akik a jelenlegi kormánnyal egyébként rokon szenveznek, és szívük szerint visszaküldenék, mert ez a rendkívül érzékeny adatbázis, ez rendelkezésre fog állni a következő kormány számára is, tehát ha úgy tetszik, a itteni szóhasználat szerint, ha visszajönnek a kommunisták, akkor ők is használhatják majd. Hát szépen vagyunk. Na, ez az ön vélemény, az enyém, meg az, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Köszönöm szépen, hogy itt volt.